Ez a Hírek Plusz, a Szolnok Televízió reggeli híradása november 9-én kedden. Köszöntöm nézőinket! Folyamatosan növekszik az oltásra jelentkezők száma a Szolnokon is. A megyei kórházban reggel 7-től délután 15 óráig fogadják az oltakozókat, de jellemző, hogy tovább maradnak a szakemberek, annyian várnak ugyanis a vakcinára. Hétköznapokon mind a 4 oltópontra, a Hetényi Géza kórházba, a rendelőintézetbe és a MÁV kórházba is mehetnek a szolnokiak. Itt a Szolnoki Hetényi Géza Kórház rendelőintézetben jelenleg 3 oltópont működik. Ebből egy található itt a kórházban, illetve 2 a rendelőintézetben, a városközpontban. Emellett még a MÁV kórházban is működik egy oltópont. Készülünk a fokozódó oltási igényre, emiatt itt a kórházban megnövelt kapacitással várja az oltópont az oltakozókat. Estig is rendelkezésre állunk igény esetén. A rendelőintézetben pedig a 2 oltópontunk hétköznaponként üzemel, itt a kórházban, itt hétvégén is, mindkét hétvégi napon hosszított műszakban dolgozunk. Reggel 7-től várjuk az oltakozókat, 3 perces időintervallumokban lehet időpontokat kérni, hogy elkerüljük a tumultust, és ezáltal a fertőzés veszélyt is csökkentsük. Jelenleg a Pfizer oltóanyag az, amit rutinszerűen alkalmazunk, emellett a többi oltóanyag is rendelkezésre áll. Itt egy technikai információként elmondom, hogy a Moderna és a Janssen oltóanyagokat előjegyzés alapján tudjuk adni, mivel ezekből az ampullákból, a Modernából 10 pácienst tudunk oltani, a Janssenből pedig 5-öt, és hogy ne legyen maradék, ne kelljen kidobni oltóanyagot, ezért működik előjegyzés alapján ennek a 2 oltóanyagnak a felvétele. A Pfizernél nincs ilyen megkötés, mivel a legtöbben ezt kérik, emellett a Sinopharm oltóanyag az egyszeri kiszerelés, tehát hogy ott nincs ilyen probléma. Jelenleg a legtöbben a 3. oltásra érkeznek, de emellett első és második oltásra is természetesen fogadunk is. Várjuk azokat, akik ezt még nem tették meg. Például fiataloknál látjuk, hogy ők az első vagy második oltásra érkeznek. Nagyon fontosnak tartom, hogy influenza ellen is mindenki oltassa be magát, hiszen a tünetek hasonlóak lehetnek, és ez nehézséget okoz a 2 betegség elkülönítésében. Az influenza oltás felvételével kapcsolatban 2 hetes szünetet kell tartani. Fordított helyzetben is a 2 hetes időintervallum betartása szükséges, tehát COVID-oltás után 2 héttel adható biztonságosan az influenzaoltás. Hétvégén egy napi 160-170 oltást adunk be csak itt a kórházi oltóponton. Hétköznaponként ez olyan 140 itt a kórházi oltóponton, de a városban üzemelő 4 oltópontot összességében tekintve körülbelül 300 egyént oltunk be naponta, és reméljük, hogy ez növekedni fog. Abszolút azt látjuk, hogy egyre nagyobb az igény a 3. oltás, illetve hát magának a COVID-oltásnak a felvételére. Körülbelül a bekerült COVID-os betegek 70%-a oltatlan, és ők azok, akiknél súlyosabb formában jelentkeznek a tünetek. A maszkviselésen, a távolságtartáson, készhigiénián kívül ez egy olyan védekezési módszer, amivel nagymértékben lecsökkenthető a COVID-fertőzés valószínűsége, illetve annak az esélye, hogy ha meg is fertőződik valaki, akkor súlyos formában folyjon a betegség. És mindenki számára egyszerűen biztonságos körülmények között elérhető az oltás, és úgy gondolom, hogy ha van erre lehetőségünk, ami világviszonylatban gondolkodva sokaknak nem adatik meg, akkor éljünk ezzel a lehetőséggel. Csak minden 15. vásárló használ kézfertőtlenítőt, miután belép egy üzletbe. Maszkot és gumikesztyűt csak nagyon kevesen, elsősorban az idősek viselnek, a sorban állásnál pedig a legtöbben egyáltalán nem tartják be a 1,5 méteres távolságot. Tudtuk meg Bubenkó Csabától, az egyenlő.hu modern szakszervezet elnökétől. A biztonságos működés érdekében ezért mindenkit arra kérnek, hogy tartsák be az egyelőre még nem kötelező, de ajánlott szabályokat.
Jelen helyzetben azt lehet látni, hogy nincsenek olyan szabályok, ami bizonyos kötöttségeket vagy korlátozásokat jelentenének. Ez azt mondja maga után, hogy nem is foglalkoznak ezekkel a dolgokkal az emberek. Gondolok itt például a távolságtartásra, vagy a maszk használatra. Azt is lehet látni, hogy nem olyan intenzív például a fertőtlenítés a vásárlókörében, mint amikor ezek a szabályok be voltak vezetve, bár a szabály főképp a távolságot, illetve a maszk használatot erősítette, de most azt lehet látni, hogy minden 10-15. Emberből egy-két ember, aki esetleg oda megy a készfertőtlenítéshez, mikor bemegy a boltba, hogy a kezét fertőtlenítse, és azt gondolom, hogy a járvány, ahogy terjed, és azt látjuk, hogy a számok nőnek, ezen előbb-utóbb biztos, hogy változtatni kell. Az lenne a legfontosabb dolog, hogy ne egy szabálynak a bevezetése kapcsán alkalmazzuk ezeket a dolgokat, hanem mint védekező ember, és látja azt, hogy probléma van, terjed a vírus, akkor önmagunktól is képesek lennénk arra, hogy fölvegyük a maszkot, vagy fertőtlenítsük a kezünket, vagy a kosarakat fertőtlenítsük, mikor a kezünkbe vesszük, hogy megtörüljük. Ez egy nagyon fontos dolog lenne, tehát azt gondolom, és azt látjuk, hogy egyre többen fertőződnek meg, és ez a kereskedelmi területen is egyértelműen mutatkozik, mint ahogy az elmúlt időszakokban a különböző hullámok kapcsán is, főleg amikor megjelent a delta vírus, az a vírus mutáció egyértelműen megmutatta, hogy a vírus az jelen van, és a kereskedelmi egységekben is szemmel láthatóan nőtt a járványnak a terjedése, úgyhogy ez mindenkit egy kicsit óvaint és felelősséggel próbál gondolkozni. Az egy másik kérdés, hogy a munkaidőben a maszkban dolgozni sokkal nehezebb, mint maszk nélkül. Az embereknek ez egy munkavállalóknak egy problémát jelent, hiszen azért napi 8 órát végig egy maszkban kiszolgálni vagy fizikai munkát végezni, az nem egy könnyű feladat. De sajnos, hogyha olyan helyzet áll elő, hogy a vírus olyan szinten terjed, hogy nincs más megoldás, akkor ezzel sajnos együtt kell mindenkinek élni. Ez a mutáns, ez olyan szinten jelent meg, hogy a kereskedelmi dolgozók is azt tapasztalták, hogy sokkal nagyobb számban volt a környezetükben, és ez egy fontos dolog, hogy a közvetlen környezetükben olyan ember, aki fertőzött, vagy a családtagokban, és ez gyakorlatilag egy olyan hatás váltott ki, hogy az oltakozás szempontjából is egy nagyobb hajlandóság következett be, illetve a védekezést is sokkal komolyabban vették. Tehát azt tudom mondani, hogy látványosan megjelent a vírus, és az emberek most már sokkal komolyabban veszik ezt a helyzetet, mint régebben, mert azért az első és a második hullám kapcsán azért azt lehetett látni, hogy nem volt annyira közvetlenül ott a környezetükben a vírus, és hát egy kicsit lazábban kezelték az emberek ezt a dolgot, de sajnos, ahogy ez a mutáció bekövetkezett, hát kézzelfoghatóan a saját környezetükben tapasztalták a problémákat, nagyon sokan megbetegedtek, és most már azt lehet mondani, hogy igenis tartanak a kereskedelmi dolgozók a vírustól, és nagyon fontos az, hogy olyan intézkedések legyenek, ami az ő egészségi állapotukat védi, illetve a vásárlókét is, mert különben probléma lehet akár az ellátással is, hogyha tömegestül fertőződnek meg a kereskedelmi dolgozók. Nem beszélve arról, hogy egy óriási kihívás előtt állunk, jön a karácsony, és azt lehet tudni, hogy az éves forgalomnak a 15-20%-a a karácsonyi szezonban realizálódik a kereskedelmi egységekben, úgyhogy nem mindegy a kereskedő szempontjából sem, de a vásárlók szempontjából sem az, hogy milyen a felkészültség erre az ünnepre, és ezért nem csak emiatt, de ez is egy olyan dolog, ami fontossá teszi az, hogy jól működjenek a dolgok.
az emberi egészségtől, meg az emberi élettől viszont nincs fontosabb, azért kell ezekre a dolgokra figyelni. Szombaton közönség találkozót tartotta a Tiszapart mozi a Magyar Passió című film alkotóival. A Kossuth és Jászai díjas Eperjes Károly első egész estés filmdrámája az 50-es években játszódik, amikor az államvédelmi hatóság koholt vádak alapján papokat, szerzeteseket zárt börtönbe, vagy éppen kínzott meg. Államvédelem! Istenem, segíts! Leopold Páter vagyok, Ferences rendházom priorja. Ezt maguknak küldte a vámhatóság. Az 50-es évek egyház üldöztetéséről szól Eperjes Károly Magyar Passiója. A filmben Leopold atya azért küzd rendtársaival, hogy a háború pusztítása után a ferences rendet újra felvirágoztassa. Kezdetben a kiépülő új hatalom nem akadályozza a rendek működését. Később az atyát, miként több más szerzetest is, koholt vádak alapján börtönbe vetik. Nincs benne a történelem könyvekben. El tudja képzelni, hogy lengyel iskolások nem tanulnak Katyinról. Ez a mi Katyinunk. 1950. június 8-án nekiindult az AVH és 12 000 szerzetes férfit és nőt deportálta. Tehát, hogy egy társadalomból kiveszünk 12 000 intelligens férfit és nőt, akik mind a szociális ellátásban, kórházakban, itt-ott, amott, mind az iskolákban, gimnázium, egyetemekben működtek, azokat kivesszük, az a mai napig érezzük a hiányát. Fontos, hogy megnézzék az emberek, és hogy fölébredjenek is. Még fontosabb, hogy a történelem könyvekbe bekerüljön, és a történészek és a történelem tanárok lelkébe is. Persze elsősorban a gyerekeink lelkébe, fiatalok lelkébe, az a legfontosabb. A Kossuth és Jászai díjas színművész rendezőként első egész estés nagyjáték filmje a Magyar Passió, amelynek főszerepét is ő játsza. Egy olyan fajta ember, aki nagyon, hogyha valami dologgal foglalkozik, akkor az a 110%-osan, és ez átcsúszott a stábra is, és ott, hogyha azt látják egy stábban, hogy a rendező és az operatőr az nagyon akarja ezt a dolgot, akkor egy idő után ők is részesei lesznek ennek, és akkor így könnyebb dolgozni, hogy egy olyan ügyért dolgozunk, ami mindenkit valamilyen módon érdekel. Az államvédelmi hatóság a vallásának hátat fordító fiatal tisztet bíz meg az atya megtörésével. Kellner főhadnagy feladata, hogy kiszedje Leopoldból a beismerő vallomást, valamint azt, hogy hova rejtették a háború alatt a rend kincseit. Kedves nézőink, Önök a Hírek Pluszt a Szolnok Televízió kedreggeli hírműsorát látták. A nap legfrissebb híreivel 19 órakor az Aktuálisban várom majd Önöket. További szép napot kívánok!